valami, amit el szeretnétek mesélni a hosszú hétvégétekről? Ennyit voltunk az iskolában. Focistanom apámmal, kint az udvaron. De jó, de jó. Már ott, ahol az új helyen, ahol laktok, vagy még a régi? Igen, új helyen. Az új helyen? Mi meg eladtunk a lovunkat egy másikra. Akkor cseréltétek. Papa elcserélte a lovat egy másikra, és akkor most is ugyanúgy kettő van, mint eddig? Igen? És ez tetszik neked? Igen? Csaba? Az apukámmal elmentünk biciklivel versenyre, és én nyertem egy kisebb serreget, egy ekkorát. Wow, milyen színű? Milyen? Hanyadik helyen végeztél? Az? Az a harmadik. A harmadik helyér is járt már serreg? Mi a lejmemám marad meg a testvérem, már kimentem a szigetre geszteni, gyűjteni. És még volt? Találtál? Igen, és abban mindig dobáltuk a vizébe. Vízbe. Miben? Kukába. Kukába dobáltátok? Kosároztatok a gesztenyével? Kimentünk a szabadságtére. Igen? És a kocsikat nézegettük. Szépeket láthatok? Igen. Azt kérem, hogy ha rövid hangot hallotok, akkor guggoljatok le. Ha hosszút, akkor álljatok föl. Megpróbáljuk? Ezt játsszuk úgy, hogy a szóban lévő hangokra figyelj, tedd le a kezedet, és mondom az első szót. Fúr. Fúr. Hó. Hó. Ne mondd, csak maradj állva, ha hosszúnak hallod. Fut. Jó voltál? Mos. Mos. Ez rövid bizony, rövid bizony. Ló. Igen, ügyesek vagytok. Rendben, csücs le. Elmondom, hogy mire van a papír, de szerintem hamar ki fogjátok találni, ha a táblára néztek. Kerekasztalban. Azzal fogunk játszani, hogy hosszú vagy rövid hangot hallotok-e a szóban, amit én mondani fogok, jó? Legyen nálatok ceruza, lehetőleg egy színes, jó? Mert azzal jobban látszik. És minden egyes, lehet piros is, és minden egyes szónál azt kérem, hogy beszéljétek meg egymással, hogy akinél a papír van, az milyen jelet tesz. Ha hosszú, akkor tegyetek egy álló egyenest. Karcsi, ha rövid, egy kis karikát vagy pöttyöt, amit jól esik. De ne felejtsétek el, jó, hogy mi a jel. És azt ne felejtsétek még el, hogy mikor elmondtam a szót, akkor dugjátok össze a fejeteket és beszéljétek. Jól van, dobáltam. Mikor elmondtam a szót, dugjátok össze a fejeteket, és beszéljétek meg, hogy melyik jelet kell írni. Visz. Kicsi. Kicsi. Az a érdekes, hogy már be is írtad, mielőtt mondtad volna, és megbeszéltétek volna. Add tovább a papírt. És nézzed el, légy szíves, hogy a következő rácsba rajzolj majd. Keresd meg ezt a rácsot. Akinél a papír van, Szandra, megvan? Megvan az a rács, ahova te fogsz rajzolni? Jó, akkor mondom a szót. Tíz. De ne beszélj, csak olyan hallgan, hogy a társait hallják az asztalnál. Jó? Hosszú. Add tovább a papírt. Víz. Víz. Csst. Figyelj, ne nekem mondani, nekik felveszem. Egyszer mondom, víz. Várja, így elfordítjuk, mert nem jól tartod. Víz, ez hosszú, így van. Víz. Sor. 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 Ez milyen? Sor. Rövid. Ez rövid. Kis karika. Ez bizony rövid volt. Nézd meg, hogy ti is azt rajzoltátok ki az első helyre. Ezután jött az, hogy tíz. Hosszú volt. Utána a víz. Víz. Hosszú. És az utolsó, hogy sor. Sor. Ez rövid volt bizony. Mondhattam volna, hogy sor, csak az nem sok mindent jelent. Sor, az rövid volt.
fogsz egy gesztenyét a lábujjaiddal, akkor tovább adogasd a társadnak, nem? Az a karcsié lesz. Ez a tied lesz. Nagyon fontos, hogy... Már, mutasd meg! Nézd meg, mit csinál az eszmé! És átteszi Melittának. Akkor Melitta megfogja és továbbadja. A cél az, hogy elérjen az első helyre, aki majd belehelyezi a kosárba. Rendben? Nagyon ügyes! Ne keverjétek össze, hogy melyik csapati melyiké. Beesett a széked alá. De halad már neki, ne azt kérem, hogy csak az oknit húzd vissza a cipőt, nem? Mert lesz még ehhez hasonló gyakorlat. És menj vissza az asztalodhoz. Játszunk egy kever egy állj meget, jó? Hogy el tudjuk dönteni, hogy ki melyik kosárba gyújt majd galacsint, jó? Akkor álljatok föl és keveredj. Hogy ne tudnád? Állj meg! Állj meg! És csoportosulj annyian, ahány lába van a gólyának. A párokból az egyik gyerek már is jelentkezik, hogy ebbe a kosárba gyűjt. Csak az egyik. Kettő nem jelentkezhet. Erről a lábatokról, a jobb lábatokról vegyétek le az oknit. Tartsátok a kezetekben az oknitokat, és én itt szétszórom a galacsinokat, gyűjtögessétek a lábatokkal a megfelelő kosárba. Ez volt a finom motorika fejlesztés első fázisa, illetve a legelső az még ülve volt, amikor a gesztenyéket adogatták egymásnak ülőhelyzetben. Ha állnak, akkor már a egyensúlyra is figyelniük kell. Itt fontos volt, hogy mindkét lábat megmozgassák, és mindkét lábon egyensúlyozzanak az ügyesebben is, meg a kevésbé ügyesen is. Jó, rendben, akkor másképp csináljuk, azt hittem jobban elfértek. Figyeljetek! Álljatok egymás mögé arra felé, jó? Aki ebbe a kosárba gyűjt. Aki pedig ebbe, az itt állja a sorba, úgy, hogy a kosárba felé már egy gyerek legyen. Egymás mögé, jó? Hát, nagyon ügyes vagy. Nézzük a következőt. Nagyon jó. Dani! A idegrendszerre a gyermeknek az úgy fejlődik, és persze nekünk is, hogy a mozgásunk mutatja, hogy milyen az ideg, vagy a gyerek mozgása mutatja, hogy milyen az idegrendszeri fejlettsége. És a dolog fordítva is igaz, a mozgás hat az idegrendszerre és fejleszti azt. Impulzusokat küld az agynak, amik különböző kapcsolatok létrehozását segítik az agy különböző részei között. Az összes finommotorikus tevékenység tulajdonképpen innen indul, és jut el majd ahhoz, hogy a kezüket ők abszolút koordináltan és a saját akaratuk szerint tudják irányítani. Ennek a folyamatnak a végeredményét látod, amikor már mondjuk füzetbe, vagy egészen kisvonalazású füzetbe írnak a gyerekek. De azt is lehet látni, hogy amikor tornaórán a gyerekek külső lábélen járkálnak, akkor nagyon sok gyereknek befelé fordul a keze is. Tehát a kéz és a láb mozgása nagyon együtt van, úgyhogy nem véletlen, illetve nem haszontalan dolog a láb mozgatása, mert az egyértelműen fog az összes többi testrészen is mutatkozni, hogyha annak a finom motorikáját fejlesztjük és mozgatjuk. Dani! Emlékeztek, hogy a legtöbb betűelemünk egy mesével kezdődött, amit ti fejeztetek be. Én elkezdem a történetet, ti pedig kitaláljátok, hogy hogyan folytathatjuk. Emlékeztek erre? Igen. Most szeretném, ha ugyanezt megtennénk, jó? Ebben a történetben, amit most hoztam nektek, van egy király, aki elég öreg. Van három fia ennek a királynak, és ez az öreg király érzi, hogy fogytán van már az ereje, és egyrészt szeretné, hogyha valami erősítő dolgot kaphatna, amit a fiai szereznének meg, másrészt szeretné eldönteni, hogy melyik fiára fogja hagyni a királyságát. A tisztás közepén van egy kerek luk, és ezen a kerek lukon keresztül le lehet jutni egy másik világba, ahol van valami csodaszer, amitől az öreg király visszakapja az erejét. Belemennek. Ez egy kút, azt mondod? Igen. És abból vizet hisznek, hogy mennek le?
Peti? Van egy lépcső, és nem emlékszem. Egy lépcső vezet le a kútba? Igen. Vagy a kútba nem szabad benne menni. De van egy kút. Mondjad? Vagy egy létra. Vagy egy létra. Létra szokott inkább levezetni az ilyen lyukakba. Lehet, hogy ez olyan kút, ahogy lemennek a létrán, és ott van egy forrás, és abból isznak vizet. Az a vödőre beszállnak, aztán leengedik magukat. Úgyis lehet, hogy a vödörbe szállnak és leeresztik magukat. Aha, úgyis lehet. Vagy van egy létrájuk. Mindegyik megoldás megfelelő. Jó, Dani, mire gondolsz? Mesével indítottuk tulajdonképpen ennek a formának a jelentését, és az összes eddig bevezetett betűelemet mesével mutattunk meg. Minden kis történetet, amivel a csészevonalat, vagy a kapuvonalat, ahogyan hívjuk, meg a nyitott kört bevezettünk, az egy történet volt, amit én valameddig elmeséltem, valamilyen konfliktus helyzetig, és a konfliktus helyzetből a gyerekeknek kellett a főhőst kimesélni. Többféle megoldás is született szinte minden mesére, és azokat én megírtam, és ezek benne vannak. Aztán fölvágtam mondatokra, vagy egy-egy egységre, és ők illusztrálták ezeket a történeteket, úgyhogy már van néhány mesénk, ami ebben a könyvecskében benne van. És hát a következő majd ez a kerekerdős történet lesz, amit meg fognak rajzolni, és meg fogok nekik írni. És hát nagyon kíváncsian várom, hogy milyen képeket látnak majd ennek a kör alakú lyuknak a mélyén, milyen csodálatos világot tudnak ők felfedezni. Megírom a történetet, elmondom nekik, akinek kell, aki tud olvasni, annak nem kell elmondanom, aki pedig nem tud, annak elmondom, hogy mi van ezen a papírcsíkon, amit kapott, a történetnek melyik része, és ők készítenek hozzá egy illusztrációt. A meséitek. A meséitek, tudod? Másik csodálatos világot lerajzoljátok majd a körbe. Jó? De most folytatjuk, hát, mert hogy kör alakú lesz, ugye kör alakú a fejem. A fejed, igen, az is kör alakú. Kör alakú az erdő, kör alakú a tisztás, és kör alakú a lyuk. Úgyhogy ezzel fogunk most foglalkozni. Hogyan tudnátok annyian megformálni ezt a kört? Egymásra beszéljétek meg, ne velem, jó? Egymással beszéljétek meg, hogyan tudnátok ezt a kört megformálni magatokban együtt? Már hallottad, hogy mi kell gondolkodni? Remélem, sok különböző megoldást látunk. Kicsit húzzátok ki, hogy jobban rálássunk. Mit gondoltok? Jó lesz. Így van. Ez nagyon hasonlít egy körre. Köszönjük szépen. Hú, ez egy sokkal nagyobb kör, jó? Na mit szóltok? Hasonlít a körhöz? Megnéztétek? Megnéztétek? Jól van. Köszönjük szépen, gyertek a helyetekre. Gyorsan át kell rendeznünk a termet, jó? Kérlek szépen, hogy segítsetek azzal, hogy gyorsan felálltok és a széket a helyére teszitek. Én az asztalokat mozgatom, jó? Nagyon fontos a körnek a kezdőpontja, és hogy ugyanoda jussunk vissza. Rendben? Azért nem lesz nagyon nehéz, mert hogy hol kezdjük a kört írni, az nagyon hasonlít a nyitott körünkhöz, amit az egér farkáról meséltünk nektek. Emlékeztek? Igen. Így van, Márk, nagyon ügyesen mutatod. Az ajtó irányába kezdjük rajzolni a kört, és próbáljuk szépen folyamatosan kerekítve minél inkább körré formálni. Jelöld ki a pontot, ahonnan indulunk. Azaz, és akkor kezdhetjük a körözést. Kerekítünk, 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 és bezártuk. És akkor kerekítsünk újra. És bezárjuk. És megint kerekítünk. Nagyon jó, szép nagy karral kerekíts, jó? Nyújtsd ki jól a könyököt. Azaz, gyönyörű nagy köröket rajzoljatok. Szuper. Nagyon jó. Fogd meg a könyököd, és most könyökből csináljuk ugyanezt, jó? Nem csuklóból, könyökből. Jó? Még az egész alkarod mozog. Még ezzel eléggé nagy köröket lehet rajzolni. Nagyon jó. Most fogd meg a csuklód, most már egészen kicsikéket fogunk rajzolni. Igen, akkor át. Megint. Nagyon jó. Azaz, azaz. Elrontottad? Kutyafáját töröld le. Na, még egyet? Jó, lát, csak nem akkor. Nagyon jó. Nézhetem? Köszönöm. Ki az, akinek a neve itt van? Jelezze, ha látja a nevét. Nézzük meg, Szandra, hogy mi lesz meg, Zoli. Figyelj, mi lesz a dolgotok? Ugyanaz lesz nektek is, mint a többieknek, csak egy picit máshol kezditek. Először, keresd addig a neved, és figyelj.
Először ecsettel fogsz, már kikészítettem mindent. Igen, egy darabig még így lesz, egy kicsit még te fogod. Utána a lisztbe azt elviszem hátra, figyeljetek, ecsetnél és lisztnél mindenkinek nagyon fontos. Aki ecsettel fog dolgozni, ide tegye le maga elé a papírt, Zoli, és pontosan úgy készítsétek a kört, ahogyan megbeszéltük, úgy fessétek, jó? Ezeket a nagy köröket zsírkrétával rajzoljátok át. Tehát ha megvolt a liszt, Zoli, meg Dani, látom Szandra tudja, akkor ezeket zsírkrétával rajzoljátok át. Ezeket a köröket pedig postaironnal, illetve ha ezzel megvagy, akkor a postaironhoz innen lehet venni írólapot, és abban is figyelve a vonalakra szépen megrajzolni a köröket. Aztán, ha ezzel végeztél, és még nem megyünk enni, akkor lehet megrajzolni a zsírkrétával körberajzolt körödbe azt a képet, amit te látsz az, a lyuk mélyén. Jó? Persze, 9:30-kor lehet menni. Ügyesek vagytok. Martin, nem látod a neved, babám? Vagy csak nem figyeltél? Jó? Nektek pedig a írólappal kezdődik a munkátok. Utána az írásfüzetetekben dolgoztok. És most először megnyithatjátok azt a füzetet, amiben már egészen pici vonalközökben előírtam nektek. Hogyha megnéztem a füzetet, amiben először kell dolgoznotok, akkor lehet elvenni innen majd a sajátodat, és végigírni a sorokat. Rendben? Egy ilyen közös élményteremtés után válnak szét a gyerekek. Inkább azt mondom, hogy rétegekre, nem csoportokra. Azt szerint, hogy milyen képességszintet kell nekik megcélozni, mondjuk most a finom motorika fejlesztés, vagy a betű elemírás területén. Volt, akinek festéssel kellett kezdeni azért, mert ott nem tud nyomatékot, nem tud erős nyomatékot adni az ecsetnek. Szükségtelen és lehetetlen erős nyomatékkal írni papírra, vagy festeni papírra. Na, még egyet? Jól van. Jó. Csapkodd le a kezedet és engedd a Danit ide. Jó, még egyet hadd nézzek, most már önállóan csinálod? Montessori eszközöktől ellopott gondolat, hogy grízbe meg lisztbe az ujjukkal hagyni nyomatékot. Nagyon jól megfigyelhető, hogy akinek ott lendületesen és szépen megy a körformálása, nem biztos, hogy a papíron ugyanazt tudja létrehozni ceruzával. Sőt, szint volt gyerek, akinek kifejezetten nem, hogyha most lehet példának hozni az ő munkáját. Piros krétavonalon látszik, hogy amikor rajzolni kell, akkor gyakran megakad, és nincs meg ugyanaz a lendület. Itt van ez a pont kijelölve. Igen, innen kell körbe rajzolni. Egyet megcsinálok veled, és akkor arra kérlek, hogy a többit ügyesen egyedül. Olyan lendületesen, ahogy a lisztben csináltad, jó? És akkor nem lesz ilyen szaggatott. Nagyon szép. Kérlek, maradj csöndben, és megyek azonnal. Robi, hadd kérjelek meg, hogy legyél csöndben. Nagyon ide a vonalig. Úgy kerekíteni, hogy elérjen a vonalig. Azaz, bátran. Aha, hát. Ez tojás. Ez egy rendes tojás. Próbáld meg újra. Jó? Jó lesz. Ahol még segítettem, az a következő volt, hogy itt látszott, hogy bezáródni sem nagyon tud a kör, és akkor azt kértem, hogy nagyon sokszor rajzoljuk át, anélkül, hogy megállnánk, vagy csak egy pillanatra megállunk, de nem vesszük fel a ceruzát, mint amikor a kicsi gyerek fészket rajzol. Neki már sikerült persze vonalon maradni, és hát látványosan jobb a következő köre. És hát ez is az övé. Ahol már kisebb formában, kisebb helyre. Hát nyilván ez a vonal közbe bekerülés, ez nehéz volt, úgyhogy ő nem jutott el a füzetig. Még, de hát majd el fog jutni a nap folyamán. Úgy benne lesz a kezedben a lendület, mint ahogy ott volt a... Amikor úgy érzed, hogy elég, akkor szóljál, abba hagyjuk, és akkor megpróbálod a... Mit mondasz? Elég? Akkor innen indítsd. És egy jó nagy lendületes kört. Cica, csak ezt karapítan felett nagyon szép, csak ezeket nem jó helyen kezdett. Nézd meg, látszik, hogy ez egy olyan füzet, ami nem kapható. Ez az úgynevezett negyedik osztályos vonalazású füzet. Minden harmadik vonalat megerősítek egy kék postaironnal, és attól úgy néz ki, mint az igazi elsősök nyomtatott füzete. Ugyanazt a rendszert, hármas beosztású rendszert mutatja, és először ebben írunk, mert sokkal nagyobb vonalközöket lehet vele produkálni a gyerek számára. Akinek pedig ez már megfelelően ügyesen megy, mondjuk itt elég jól látszik, hogy már ebben a formátumban is
ügyesen rajzolt. Ez egy kislány, és az előző gyerek az fiú. Ez abszolút természetes, hogy nekik több időre van szükségük, illetve nem ugyanolyan tempóban fejlődik a kezük és a mozgásuk, mint a lányoké. Neki már ebben a vonalrendszerben eléggé formás betűelemei vannak, úgyhogy nem okozott neki problémát ebben a piciben sem. Aki még nem írt az ilyen füzetébe, annak nyilván az lesz a következő lépés. És ha ezzel végeztetek, akkor pedig a munkafüzetbe fogtok dolgozni, jó? Abban fogjátok megírni a köröket. Az lesz a házi feladata annak, aki még azt nem csinálta meg. Rendben? Jó. Tessék, az átrajzolás? Hogy végül sikerült megcsinálni. Örülök neki, hogy ez jó volt. Tessék? Nekem az íra. Melyik része? Miben volt legjobb írni neked? Nem azonos elvárások vannak, nem azonos fejlettségi szinten lévő gyerekekkel szemben. Az elvárás pusztán annyiban azonos, hogy mindenki a lehetőségeihez képest a legjobbat nyújtsa. Próbáljon meg a lehető legszebben és legpontosabban dolgozni, és akkor biztosak lehetünk abban, hogy el fog jutni ő is ugyanoda, mint a többiek. Például ennek a gyereknek az esetében nem a betű felismerés vagy a betű megformálása probléma. Azt meg fogja tudni csinálni ugyanakkor, mint a másik kisgyerek a kicsi vonal közben. Tehát neki is meg lesz ugyanúgy az I, A, O betűje, mint neki, csak először nagyobban. Nekünk van időnk rá, az alapozó időszak ugye 4 év. Nekünk akkora kell teljesíteni minden gyerekkel a minimum követelményeket, tehát mindazt, amivel ő a felső tagozatban boldogulni fog. És nekem tudnom kell, bíznom kell abban, hogy az a kisgyerek, aki most még nem tartott, az meg fogja kapni azt a lendületet attól, hogy abban a képességében kap sok fejlesztési lehetőséget, ami neki hiányos.